Dali kész van már! Zene, öröm, a tánc és a jó barát, régen ez volt nékünk a szabadság, oly édes, oly bús és oly csodás, pápára, pápára, menó, a gond, a pénz nem érdekel. Ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Körülbelül egy évvel ezelőtt úgy köszöntem el önöktől, hogy megkezdődik a visszaszámlálás, már csak 365 napot kell aludni ahhoz, hogy ismét Székesfehérvár Összművészeti Fesztiválja a Királyi Napok megnyissa kapuját. Örömmel jelentem, a visszaszámlálás a mai napon véget ért, ezzel a gondolattal kívánok önöknek jó estét. A Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál Székesfehérvár legnagyobb kulturális eseménye, amely sokszínűségével igazi csemegét kínál mindenkinek, fiatalnak, még fiatalabbnak, kicsit idősebbnek egyaránt. Tisztelettel és szeretettel felkérem Székesfehérvár megyei jogú város polgármester urát, dr. Csápakobis András urat, hogy köszöntse ő is önöket. Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim, nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Valóban eltelt egy esztendő, sőt bizonyos értelemben eltelt 10 esztendő, mert hogy a Királyi Napok összművészeti fesztiválá 2013-ban a Szent István emlékében vált. Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak, ha már mégiscsak a néptáncé lesz ma este a főszerep Botos Józsefnek és csapatának, akik annak idején megálmodták a fesztivált, a Néptánc Fesztivált, és ez indította el a Királyi Napokat, majd hozzájárultak ahhoz, hogy ahogy Kriszta is fogalmazott, egy összművészeti fesztivállá tudjuk ezt bővíteni. Ráadásul ez nem csak önmagában egy kulturális fesztivál, bár annak is azt hiszem, hogy csodálatos, hanem egyfajta tisztelgésünk is mindig Székesfehérvár és Fejér vármegye történelme előtt. Hiszen ennek a városnak a történelme az nem más, mint a magyar történelem legfontosabb része és időszaka a kezdetekkor, ami miatt joggal és okkal mondhatjuk Székesfehérvárt a nemzet történelmi fővárosának. Amikor tehát Szent István városaként készülünk a Szent Istváni ünnepre, akkor egy ilyen összművészeti, kulturális és történelmi fesztivállal szeretnénk tisztelegni elődeink előtt, de egyúttal azt is megmutatni, hogy ez a mában egy múltját tisztelő, büszke, de emellett élhető és szerethető város. Körülbelül egy fél órával, háromnegyed órával ezelőtt a Nemzeti Emlékhelyen, a koronázó templom helyén megnyithattuk az osztáriumot. Ez is mindig része a Királyi Napoknak, egy kicsi lelki, szívből érkező töbletet is adva ehhez a fesztiválhoz. Sőt, mondhatjuk, hogy ilyen lelki töbletet Magyarországon csak Székesfehérvár adhat egy történelmi fesztiválnak, hiszen ez a több mint 1000 éves történelem erre bennünket feljogosít. Engedjék meg, hogy megköszönjem annak a nagyon sok közreműködőnek, intézménynek, kulturális szervezetnek, civil szervezetnek, önkéntesnek, aki hónapok óta dolgozik azon, hogy ebbe a kicsit több mint egy hétbe nagyon-nagyon sok ember jól és otthon érezhesse magát Fehérváron. Ez igaz a székesfehérváriakra, igaz a megyéből érkezőkre, távolabb érkező magyarokra, határon túlról érkező magyarokra, és azokra is, akik a világ más tájáról érkeznek most Székesfehérvárra. Mit is kívánhatnék, mint ma estéhez és az egész héthez mindenkinek kedves és jó szórakozást, azzal, hogy ne felejtsük azt a büszkeséget is,
hogy Székesfehérvár ennek a nemzetnek történelmi fővárosa, egyúttal pedig Szent István városa készül augusztus 20-ára. Engedjék meg tehát, hogy még egyszer szép estét kívánjak, és a királyi napokat 2023-ban ezennel megnyitom. Jó szórakozást kívánok! Polgármester úr gondolataival tehát kezdetét veszi a Királyi Napok Közművészeti Fesztivál. Az ünnepélyes megnyitónak méltán házigazdája az Alba Régia Táncegyüttes. Az a táncműhely, amely lassan 75 esztendeje szolgálja a magyar hagyományokat. Ma közel 100 táncosa az Alba Régia Táncegyüttes műhelyének szórakoztatja önöket, az egészen kicsiktől a már érett korosztáig. 75. születésnapjára készül az Alba Régia Táncegyüttes, 25. születésnapjára készül a Senior Táncegyüttes, és idén ünnepelte 20. születésnapját az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola. Műsorunk első részében az Alba Régia Művészeti Iskola növendékei szórakoztatják önöket, az egészen kicsiktől, a 7-8 évesektől keresztül az alsó tagozatos, felső tagozatos korosztáig, és a multidézők is színpadra lépnek. A multidéző az a generáció, aki gyermekként és ifjúként az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola kötelékébe tartozott, ma pedig, múltat idézve, újra itt vannak velünk a fiatal felnőtt korosztály is. Kívánom, hogy nagyon szép estéjük legyen, tapsoljanak, örüljenek minden egyes mozdulatnak, érezzék nagyon jól magukat.
illetőn, integet a szeretőm. Sejem kendőt lobogtat, engem oda csalogat. Hára vizet, de színes, a rózsám csókja, de édes. Egyet kaptam belőle, szerelmes lettem tőle. Mit tehetek én róla, hogy szerelmes vagyok? Édesanyám is az volt, én meg a lánya vagyok. Hálvizele, széles, a rózsám csókja, de édes. Egyet kaptam belőle, szerelmes lettem tőle.
ahogy már említettem, az előttünk álló egy hétben kulturális programok sokasága vár mindnyájunkra. Esténként ezt a nagy színpadot néptánc előadások töltik meg, de ezen kívül számos helyszínen, számos eseményen vehetünk közösen részt. Lesznek gyermekjátszó táncházi foglalkozások, kiállítás, kézműves gyermekprogramok, mesejáték, jazz és könnyűzenei koncertek, katonazenekari találkozó, középkori vásári forgatag, Géza fejedelem munkásságát bemutató álomjáték a Nemzeti Emlékhelyen, táncszínházi est a Székesfehérvári Balettszínházi óvoltából. Részesei lehetünk a Fehérvári Királyok menetének, a Fáklyás városnéző felvonulásnak, és meghallgathatjuk a Bánkbán operát korszerű előadásban. Bármelyik programot is választják, kérem tájékozódjanak előtte, látogassák meg a fesztivál online felületeit, a Királyi Napok honlapját, vagy pedig a Királyi Napok Facebook oldalát. De ne szaladjunk ennyire előre az időbe, hiszen a mai est az Alba Régia nagy családjáé. A következő blogban azonos tájegység táncait adják elő különböző generációk, hol a nagy együttes, hol pedig valamelyik utánpótlás csoport. Erdélyi országba kalauzolom önöket, felcsiki táncokat láthatunk, kükülömenti táncokat, kalotaszegi táncokat, és egy virtuóz férfi táncot is Cifor Lénárd előadásában. Lénárd ezzel a táncával fogarasi férfi táncokkal elnyerte a Békés Csabai Szólótáncfesztiválon a zsűri elismerését, és így megszerezte a második aranysarkantyúját. Kilenctől bingo lesz a szabműfel.
Thank you.
Ahogy az előző produkciókból is látszott, a néptánc szemet gyönyörködtet, testet és lelket fejleszt. Úgyhogy ha van még olyan család önök között, aki azon gondolkodik, hogy gyermekét néptáncra írassa be, ne halagassa, tegye meg. Az Alba Régia Tánc Együttes nagy családja szeretettel vár minden táncolni vágyó gyermeket a tipegő korosztálytól egészen a junior korosztályig. Előzetes jelentkezési lapokat és részleteket az artefolk.hu vagy pedig az info@artefolk.hu oldalon találhatnak. És ahogy az már elhangzott, egy nemzet nem csak a nyelvében, a hagyományaiban és a történelmében is él. Éppen ezért nagyszerű dolgunk van nekünk székesfehérváriaknak, hiszen történelmi múltunk szívében élünk. A nemzeti emlékhelyen az osszárium a királyi napok teljes ideje alatt ingyenesen látogatható, ahogy maga a nemzeti emlékhely is a középkori romkert. Tegyék meg, hogy egy kellemes séta alkalmával valamelyik nap, augusztus 13-a és 20-a között ellátogatnak oda. Az emlékhely 9 órától 20 óráig nyitva tart. Az este további programjai pedig a következők lesznek a nagy színpad után. A táncházban, a királyi folkes sorozatban Ferenci György és az első pesti rackák várják a rajongókat. 22 óra 30 perckor kezdődik ez a program. 24 órától pedig a Galiba zenekarral lehet egy jót táncolni, mulatni. Ez a két programja a táncháznak belépőegyes. A mai technikai okok miatt, aki úgy gondolja, hogy odalátogat, csak készpénzzel tud fizetni. Kártyás fizetési lehetőségre a mai napon nincs lehetőség. De ma még itt vagyunk, most még itt vagyunk, és hamarosan egy mezőségi menetnek leszünk a részei. Három korosztály, a Pulutyka csoport, a Junior csoport és az Alba Régia Táncegyüttes Senior csoportja kalauzolja el önöket a színes mezőségre. A produkciót, ahogy az egész est programját színpadra állította Majoros Róbert és az este kísérő zenekara, ahogy azt már önök is megszokhatták, a Galiba zenekar. További jó szórakozást kívánok! Thank you.
létre úgy, hogy nincs egy ilyen lelkes közönség, aki évről és évre mindig visszatér ide az Icsi-ligeti nagyszínpadhoz. De önökön kívül szükségünk van támogatónkra is. Köszönetet szeretnék mondani az idei fesztivál létrejöttéért. Az Alba Régia Táncegyesületnek, az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskolának, Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzatának, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központnak, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, a Csóri Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnek, a Hagyományok Házának és szokás szerint a Csákberényi Sáfrán Pincészetnek is. Szakmai támogatóink voltak a Martin György Néptáncszövetség, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetsége, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület, és média támogatónk évek óta a Fehérvári Média Centrum. Köszönjük szépen a támogatásukat! A mai nyitógálánk hamarosan a végéhez ér, de egy kis ízelítőt szeretnék adni kedves minnyájuknak a holnapi kínálatból is. Holnap is érdemes lesz a nyakunkba szedni a várost. A Romkertben 10 és 14 óra között egy királylány sírja, múzeumpedagógiai foglalkozás zajlik, eső esetén ezt a programot elhalasztják. A Szent István Király Múzeum rendházában 10-től 17 óráig múzeumpedagógiai foglalkozás zajlik szintén, ahol rózsaablakot készíthet mindenki a saját szép igénye szerint. Az Országzászló téren 16 órától a Szettevette zenekar és Laszkó Kriszta várja önöket gyermekjátszó táncházra. Ha esik az eső, a programot akkor is megtartjuk. Az Icsi-ligeti kis zenepavilon nagyon jól bevált már erre a programra. 17 óra 30 perckor fogadalmi szentmise lesz és körmenet. 18 órától pedig a táncházban az Alba Régia Táncegyüttes előadásában a Mesenép családi interaktív programot lehet megtekinteni. Ez a programjegyet igényel, tehát fizetős program. 20 órától itt a nagy színpadon ismét a néptáncosoké lesz a főszerep. A Kárpátok Vízhangja címmel a Magyar Nemzeti Tánc Együttest, tehát profi csoportot láthatunk vendégül. 22 órakor a táncházban az Oreovár zenekar ad egy rendkívül pörgős kis koncertet. 24 órától pedig a Tilinkó zenekar várja önöket a holnapi napon táncházra. Most pedig folytatódjék a Família Alba műsora. A Petőfi 200 műsort nagy sikerrel adta elő az Alba Régia Táncegyüttes idén tavasszal. Ennek a műsornak az eszenciája következik a következő percekben, az Alba Régia Táncegyüttes felnőtt csoportjának előadásában. A programban közreműködik Göbölös Gábor. Ezt követően pedig a felnőtt együttes után a neve elhagyására készülő Pulutyka csoport következik. Gyönyörű lány énekekkel adnak elő egy lányjátékot, majd pedig virtuóz férfi táncokat láthatunk a pulutykás fiúktól, akik már csak néhány napig viselik ezt a nevet, és aztán méltó folytatói lesznek az Alba Régia Táncegyüttes felnőtt csoportjának munkájában. Az ünnepi nyitóműsor zárásaként pedig a Mesenép fináliát láthatják az Alba Régia Táncegyüttes felnőtt kara és a Pulutyka együttesnek a közös táncolásával. Tehát program akad még mára is, holnapra is, úgyhogy kívánom, hogy még ez a hátralévő negyed óra, 20 perc is kellemesen teljék önöknek. Petőfi Sándor, szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot? Már hótakará el a bérci tetőt. Minek nevezzenek, ha a merengés alkonyában szép szemeidnek esti csillagát bámulva nézik szemeim? Miként, ha most látnák el? Szabadság. Szerelem. Neked kell nekem.
Szerelmemért feláldozom az életet. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyát. Mit mondok majd? Mit nekem te zordon Kárpátoknak, fenyvesekkel vadregényes táj? Tán csodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvölgy. Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, szégyenre áll. Lecsendes. Egy gondolat fánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos élet fogadott. Elhagyott. Székesfehérvári emlékeim közé tartozik az is, hogy első szerepem a Bársony cipő című vitézjátékban lett volna. Szépen és értelmesen szavaltam, csak hogy az igazgató sehogy sem tudott kibékülni az orrhangommal, és az előadás előtt a teljes szövegkönyvet a kezembe adta, súgás véget. Petőfi Sándor súgó, sas a kalitkában, király a lebújban, oroszlán az űrgelyukban. Petőfi Sándor súgó. Felhődve a lakásomra mentem, egész éjjel nem aludtam, és egy 10 strófás költeményt írtam. Petőfi Sándor, a súgó. Ennek aztán persze híre ment a társulatnál, és az igazgató személyesen közölte velem, hogy csak helyettesítés miatt használtak súgónak. Megbékéltem, és örömömben összetéptem a költeményt. Tegnap léptem először színpadra, a Párizsi Naplóban, a Dinas szerepében. Írtam is erről egy költeményt, melynek címe első szerepe. Színésszé lettem, megkapám az első szerepet, melyben először is nevetnem kellett. Én a színpadon szívemből, és jó ízűn neveték, pályámon, ó, tudom úgy is, leendok sírni még. Thank you.
földig ér a láb. Nagy a legény, de nagyobb boldogtalansága. Gyepes Anton furulját legelészett nyája, egyszer csak azt hallja, hogy haldoklik babája. Fölpattan a szamára, hazafelé vágtat, de már későn érkezett. Csak holttestet láthat. Elkeseredésében mit elhetett tőle? Nagyot ütött botjával a szamár fejére. Megy a jó ház a szamáron, thank you.
juhászlegény, szegény juhászlegény, tele pénzzel ez a kövér erszény. Megveszem a szegénységed tőled, de ráadásul add a szeretődet. Ha ez a pénz volna csak foglaló, s még száz ennyi lenne borra való, s idadnák a világot ráadásnak, szeretőmet mégsem adnám másnak. Oh,
Anna, nem kell nékem a világ, csak légy enyém gyöngyvirág. Nem kell nékem a világ, tied vagyok gyöngyvirág. Lefeküdtem csak alig, nem egészen a falig. Jól meg Bye.
Barbarégia Tánzetes nagy családjának nyitógálájával és a Mesenép színvonalos produkciójával a nyitógálánk ezennel véget ért. A táncházban azonban folytatódik még a mulatság. Ferenci György várja önöket, és az első pesti raszkák, valamint a Galiba zenekar, tehát, akinek idejéből kitelik, fáradjon át velünk a táncházba. A holnapi napon pedig ne felejtsék, délelőttől múzeumpedagógiai foglalkozások, 16 órától az Országzászló téren gyermekjátszó táncház, 18 órától a teljes Mesenép a táncházban, 20 órától a Nemzeti Táncegyüttes előadásában a Kárpátok visszhangja tér ide a nagyszínpadra, és utána pedig 22 órától világzenei koncert holnap a táncházban. Valamennyi fellépő nevében köszönöm, hogy ilyen sokáig velünk tartottak, a magyar kultúra továbbra is virágzik. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok, és holnap ugyanilyen szeretettel várom önöket ismét itt. Viszontlátásra!